1971-ben kerültem a KSH Pesti Lajos Birodalmával kapcsolatba, és a Számalk ösztöndíjasaként kerültem a Frankfurti Társaságba. Majd a 71-ben létrejövő központi fejlesztési programhoz 1972-ben indult egy ifjúsági védnökség, akkor annak a szervezője lettem, és 79-ben kerültem be az OMFB-be, ahol Sebestyén János nem akart felvenni, ugye Laci hadakozott, akkor a végén, na jó, akkor fölvesszük, és akkor kezdtem 3000 forintos főelődaként, és amikor elmentem 2000-ben, akkor volt a 300.000 forintos elnök helyettes. Körülbelül ugye ennyi volt a szkóp. Ugye Sebestyén János egyszer emelte fel a hangot velem szemben. Pesti Lajos volt ugye ez az említett KSH beszélgetések egyike, majd utána behív, és annyi félre ne értse, nem magának szólt. Ugye ez a Sebestyén János nagyon vigyázott az embereivel a viszonyra. Persze volt, amikor ugye nem akarták érteni, ez kedvenc szavajlása volt, amikor meg akart valamit jobban ismerni, hogy nem értem, nem értem, pedig hát annyira érthetően mondták el neki, ha nem értem. Majd amikor számon kérték rajta, hogy miért változtatta meg a tegnapi véleményét, akkor ugye mondta rá, hogy hadd legyek már okosabb a tegnapi magamnál. Hát igen, ezt nem mind tudtuk megtanulni tőle. Ha már ilyen mondásoknál vagyok, ugye a Vámos Tibor, amikor a Pálacitól megkaptam a főcsoportot, akkor kérdezi a Tibor, hogy vagy? Azt mondja, mondom, hogy nagy a kabát. Azt mondja, nem baj, legalább van mozgástered. Úgyhogy mozgástér az volt, és sok minden változott, leginkább változtak az erőterek. Na most, ha ezt a erőteret két dimenzióra szimplifikálom, akkor egy kicsit így jártunk, hogy ugye a természetes koordináta rendszeréből, ha átkerül egy mondjuk politizáltabb koordináta rendszerbe, akkor látható, hogy a metszékek megváltoznak. Most mindegy, hogy mi van a koordinátára írva, itt mondja írtam forrás technológiát, ott szükséglet innovációt, de igen, ezeket a változásokat átértük, átalakultak ezek a metszékek, az értékrendek, és hát igazából a szervezet nem annyira tudta túlélni. Volt a néhai OMFB-nek missziója, hogy tegyen az országért, az iparért, hogy egy sok szó volt, és elsődleges volt, persze bizonyára szépítem, hogy öregszik az ember, ezek az a leülepedések szépülnek, de a szándékban ugye a misszió nem került általában másodlagos céllá, vagy a másodlagos célok mögé. Ezek elhangzottak, tehát ugye a hármas dolog, hogy legyen policy making, finanszírozás, nemzetközi együttműködés, ezek felelősség és ezek eszköze, és ezek kölcsönhatásban lévő menedzselése. Tehát az, hogy ne szakadjon külön, főleg ez ugye a manapság, az eszköz és, vagy mondjuk a policy és a végrehajtás, majd erről még később mesélek lépéseket, elemeket, ahogy ezek történtek. Az elhelyezkedésre, ugye ez is ilyen Sebestyén János mondás volt, és megtapasztalás, hogy lebeg, mint Mohamed koporsója a tudomány és az ipar között, és bármelyikhez rendeled, a másik oldal sérelmet szenved. Hát ezt, ha végig tetszenek gondolni, volt már ugye oktatási minisztérium, helyettes államtitkárság, volt gazdasági vagy ipari minisztériumi kötődés. A támogatás alapja a kockázat megosztás. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük. Elfelejtjük itt a ömlő, úgymond EU-s vagy struktúrális alappénzeknél, ahol valami fajta általában politikai döntések támogatnak meg bizonyos fejlesztési elképzeléseket. Ehhez, ha emlékeznek, még a Baja minisztérium idején Szaló Péter kezdte a felkészülünk a struktúrális finanszírozásra, és a pénzügybe bement, azt hiszem, Mészáros nevű úr, aki megalkotta az államháztartás végrehajtási utasításait, és akkor még az államháztartás végrehajtásában a műszaki fejlesztési
célú támogatásokat ilyen kockázati alapon megkülönböztették a normál fejlesztésektől. Ma, ha megnézik, ezek eltűntek. Pedig a kettő között épp a kockázat megosztás van. Tudnélek, amikor az Icarus, emlékszem, nagy 100 milliós fejlesztés volt, és Népszabadság ugye botrányt írt, hogy 100 milliót elpocsékoltak, pedig az Icarus fékrendszer nem sikerült. És akkor a válasza az Omegán volt, hogy milliárdokat költöttek volna rá, ha ez a kísérlet nem jött. Tehát ugye a kockázati alap. Azt hiszem, ez nagyon érdekes lenne ma is ezeken elgondolkozni. Széleskörű szakértői közreműködés, a hozzáértés, és nem a képviseleti jus szerinti delegálás, tehát még a Nyíri Lajos által létrehozott tanácsban is, például az a Tudományos Akadémia nem a delegáltját küldte, hanem a szakértőkör tett javaslatot arra, hogy kivel legyen ott. A nagy különbség, hogy ez jussá válik, vagy nem. És nem volt hatósági jogköre. Emlékszem, az első, az Antal kormány idején a Verebélyé volt a közigazgatási államtitkár, és mondta, hogy ti nem vagytok államigazgatás, mert nektek nincs hatósági döntési jogkörötök. Azaz nem voltak hajlandók elismerni azt, hogy az a koordinációs tevékenység, az a szervező tevékenység az is jött. A governance, tehát a kormányzás oldalán, ugye valamikor OT-ből kiborjazott szerv, hosszú pórázon volt egészen 99 végéig, mert a kormányzati gépezetnek a része volt. Tehát joga volt előterjeszteni, látta minden héten az előterjesztéseket, a kormánybizottságonkon részt vett, és a kormányon is, ha olyan rangú volt az elnök, tehát benne volt a vérkeringésbe. Joga volt, ez nagyon fontos, a létező rendet racionális alapon, technológiai alapon kétségbe vonni. Ezt a politika hajlandó sokszor félreérteni, de a fejlődéshez igenis szükséges a jobbítása, és a nyilvánosság nagy erénye volt. Annak ellenére, hogy a Sebessény János nem szerette a nyilvánosságot, de maga az OMFB működése igenis a nyilvánosságra épült. Az érintettek bevonása, lokális érdekek egyensúlyozása, koordináció, ágazati keretekben nem férő horizontális ügyek kezelése. A programtervezés csirái megjelentek, mert azért a pénzek fele jó részt azért középtávú vagy hosszú távú fejlesztés szolgált, tehát ez körülbelül egy ökölszabály volt, és azért az a programtervezésben ezek a Bakonyi Péterek, a Havas Miklósok vettek részt már abban az időben is. Nyilván a szakértői viták, erről volt szó, tapasztalt, világlátott stáb, a koordinátor, ugye Laci mondta, hogy a 20-hanyadik, 22-dik volt, 23-dik voltál. Ugye ez a minden koordinátor egyenlő, lehet, hogy kicsit utopisztikusnak tűnik, de igaz. Az eszközök oldaláról, ugye a folyóköltségvetés mellett a több éves alap, amelynek egészen más a szabályrendszere, itt az előbb említett kockázati alap. A 7 minisztériumnál volt ez az alap, egészen a kincstár létrehozásáig. A kincstár az én értelmezésemben az már a struktúrális alapra való felkészülés volt, ami az OMFB-t úgy érintette, hogy a 7 minisztériumtól elvették a műfát, odaadták mind az OMFB-nek, és az összes ugye 7 minisztérium ott maradt a fejlesztési funkciójával, eszköz nélkül. És innentől kezdve egy ilyen áldatlan vita alakult ki, hogy nálad az eszközt tessék akkor ideadni, de önmagában az, hogy eszköztelenítette a minisztériumokat, az helytelen lépés volt. Tervezés, allokálás, elfogadás független szakértők bevonásával, végrehajtás polgárjogi szerződés alapján és nem hatósági döntés alapján, nagy különbség. Bankszerű finanszírozás elemei megjelentek, igaz, hogy Birman Erzsi féle cég azért az nem egy sikertörténet volt. A portfólióban megjelentek ezeknek az elemei már. Nemzetközi egyezmények, tagságok, tétatasé hálózat működtetés, és az ipar és a gazdaság és a társadalom természetes partner. Egyébként mikor itt a Taigás Jutkát hallgattam, akkor amiről ő beszélt, azok, hogy az Acél Intézet kapott 38 milliót egyszer, hogy a közgazdák, társadalomtudósok kezdjenek el foglalkozni az elektronizálás, az informatika problémáival. Egy sor kutatás a Ferge Zsuzsától a Cseperi Gyuri keresztül, még a Gidai Erzsit nem mondjam, sok mindenki abból táplálkozott. Na most
ha azt mondod, hogy hol kezdődtek ezek a problémák, az én nagyon személyes az értelmezése. Nekem ugye az említett Sárkozy Tamás államigazgatási reformja, a jogi hatósági oldal kizárólagossági tételi törekvései volt az egyik. A másik a piac mindenhatóság vélelmezése, a nemzeti ipar privatizációja, tönt magyarul eltűnt egy picit az ipar mögülünk, a kutatóintézetek magánosítása, leépítése, akkor a másodlagos célok dominánsá válása, legyen nekünk is elnök helyettesünk című közelítés. Pál Laci, ezt el tudnám mondani, nem tudom, de nem akarom részletesen. Kormányülésen megakasztották a egyik koalíciós partner a statútumát, a tárgyalást, ez lett az eredménye. A TPK neglegálta a műszaki fejlesztési koncepciót, lehet, hogy erről Lajos beszél, 96-ban megszületett az akadémia törvény, és nem a kormányzat, hanem az akadémia számol be a parlamentnek a tudomány állapotáról. A struktúrális alapra felkészülés, a kincstári törvény, említettem, a MIFA elvétel a minisztériumoktól, és mi elveszítettünk akkor egy sor partnert. A köztisztviselői törvény túlzottan jogi kategóriává tétele, a szakértők lecserélése ifjú jogászokra, a policy és a politika összekeverése, tehát például néhány évvel ezelőtt ugye Csepeli Gyuri is azt képviselte, hogy a policy making az a politikusok dolga, és elvette az NKTH-tól a policy makinget, hogy majd mi politikusok csinálunk politikát, műszaki fejlesztési politikát. A hosszú póráz önállósága helyett a hierarchia, a direkt utasítás történt, úgymond az interpellálhatóság érdekében, mondták akkor, mert a miniszter egyébként hogyan tudja a parlamentben megvédeni, hogyha ez nem volt. Tehát én ezeket a források el, pénzügyi szabályok mindenessé válása. Na most nem csak itthon történik. Én azóta, hogy 2000-ben kikeveredtem az akkori OMFB-ből, bizonyos megbízásokon részt tudok venni a brüsszeli keretprogram informatikai távközlési kutatási program tanácsán. Itt most a következő, tehát 14-től 20-ig terjedő úgynevezett Horizon 2020 struktúráját látják, ez 80 milliárd euró a jelenlegi állapotban, és a három nagy bekeretezett téglalap mutatja a három fő pillért, az ipari, a feketével lévő jobboldali, a zöld, az a társadalmi kihívások, lenne alatta pedig a tudományos bázis. És 8 helyen jelenik meg ma, ami a mai informatikai távközlési programban van, tehát itt egy szétaprózódás és megosztás következik be. Az utolsó szlájdom, amit szeretnék mutatni, hogy az az iparközeliség, ami az OMFB-re jellemző volt, és az iparral való együttélés, az nagyon a részét képezi a mai európai iparpolitikának azokban az országokból, ahol a nagyipar megvan. Tehát ahol a nanoelektronika ipar roppant válságban van ma. És itt ez a halál völgyének hívott fejlesztési szakadék, amit át kell hidalni a tudománytól a technológián, a termék és a termelés technologizálásig. Most ezt az utolsó elemet az innovációban lényegében, ugye ezt kezdi a nagyipar beleérteni, ide talál ki áthidaló megoldásokat. Na most ez engem az OMFB ilyen SKFP jellegű gyakorlatára emlékeztet. Tehát akkor mi a reményem, hogy a ciklusok nálunk is majd visszatérnek. Köszönöm szépen figyelmüket.